Amint véget ért a színházi szezon, 1952 nyarán, édesanyámmal és nagymamámmal együtt Agádra kerültem a családi nyaralóba, amit a 30-as évek közepén vettek a nagyszüleim. Hát itt is meg kell jegyeznem, hogy a nagyszüleimnek 7 gyermekük született, abból 6 érte meg a felnőttkort, 6 gyermeket neveltek fel, iskoláztattak, és egy fizetésből éltek, a nagypapámnak a klinikai portási fizetéséből. Nagymamám otthon volt, háztartásbeliként dolgozott, vezette a háztartást, és ebből az egy fizetésből tisztességesen meg tudtak élni. Igaz, hogy szolgálati lakásban laktak, ahol fűtés, világítás, víz, melegvíz, fürdés, minden biztosítva volt. De hát lényeg az, hogy ebből a fizetésből nem csak meg tudtak élni, hanem 3 ingatlant is vásároltak azokban az években, a 2 háború között. Egy kertes házat, családi házat építettek Rákospalotán, egy nyaralót vettek Agárdon, és Budatétényben egy építési telket vettek. Nyaranta az egész család minden évben levonult Agárdra, és az egész nyarat lényegében ott töltötte mindenki. Hát ugye nagypapa jött-ment, mert dolgozott, de ő volt az, aki a kertet művelte, a gyümölcsfákat ojtotta, metszette, vetett, aratott, mindent csinált, amit kellett, virágokat ültettett, minden zöldség volt, amire csak szükségünk volt, tehát a paprika, a paradicsom, a hagyma, a krumpli, a kukorica, a gyümölcsök, a cseresznye, körte, alma, málna, dinnyét is ültetett, ugye, mert hát ő Közép-Ázsiából jött vissza, a hadifogságból, megszerette a dinnye termesztést, és értett is hozzá, hát már fiatalon kertészként dolgozott Nagyváradon. Úgyhogy egy paradicsomot teremtett, paradicsomi állapotok voltak Agárdon. Hát abban az időben ugye jóval kisebb volt a forgalom, jóval csendesebb hely volt Agárd, mint ma. Hát a vasút megvolt már, a 7-es út is, de hát a közlekedés jóval csendesebb volt. Valamikor a 20-as években parcellázták Agárdot, és hát egy kedvelt fürdőhely lett belőle 50 kilométerre Budapesttől. A lényeg az egészből az számomra, hogy nagyszerű nyaraim voltak, tehát 18 éves koromig minden nyarat Agárdon töltöttem, jó levegőn, vízparton, és hát nagyszerű barátok között csodálatos nyarak voltak ezek. Ott volt még lent anyukámnak a testvére is, ők lent töltötték a nyarat, és hát az egész család, a nagymama kiállt a piacra, tyúkot tartottunk, tojás volt, nagymama főzött, vízvezeték nem volt, akkor még csak kút, nagypapa kútról húzott vízzel, locsolta a nagy kertet, akkor még egy nagy hátsó kert is tartozott hozzánk, diófákkal, magyaróbokrokkal, szőlőlugassal, szomorú fűzzel. És hát bizony, olyan körülmények között voltunk a legelején, tehát még a születésem előtt villany áram se volt bevezetve a nyaralóba, hogy petróleum lámpa, mosdás a kútról húzott vízben, laborban, sorban egymás után, először mindenki az arcát mosta bele a laborba, aztán jött a lábmosás, és hát ez egy más világ volt, mint a mai tisztálkodási és egyéb körülmények, de hát mindenki nagyszerűen érezte magát. A kútban hűtöttük a görögdinnyét és a sört, a bort, a fröccsöt, a szódavizet, és a nagy hársfa alatt, ami a ház előtt még ma is megvan, csodálatos reggelik és ebédek és vacsorák zajlottak.